Nadi vagyok, és most egy nagyon különleges videót hoztam nektek, ugyanis nemrég volt a szülinapom, úgyhogy most arra gondoltam, hogy azokat a dolgokat mutatnám meg nektek, amiket én kaptam a családomtól, a barátaimtól, úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor mindenképpen tartsatok velem ebben a mai videóban. Először is ezzel a gesszővel kezdeném, ezen ilyen szép csat van, és az övben az is nagyon jó, hogy igazából átfordítható, tehát mind a két oldalát tudom használni. Úgyhogy nekem nagyon tetszik ez az öv, már azóta volt is rajtam, és tényleg nagyon szeretem. Kaptam még egy ilyen 2023-as naptárat is, ez azért nagyon jó, mert kis pici, úgyhogy kis helyen elfér. Szerintem a színe is nagyon jó, úgyhogy ebben majd bele fogom tudni írni, hogy mikor mi lesz, mikor mit kell csinálni, úgyhogy nekem ez is nagyon tetszik. Kaptam még egy ilyen bögrét is, szerintem ez is nagyon kis szép, és szerintem nagyon jó benne, hogy itt a fülét ilyen arany díszíti, egyébként meg ugye ilyen kis púderes, rózsaszínes színe van. Én általában mindig tázom, úgyhogy ez azért is nagyon jó. Igazából a mögöttem látható fényfüzért is most kaptam. Nekem nagyon tetszik, szerintem így a videózáshoz is nagyon jó háttérnek, meg olyan jó kis hangulatot csinál itt a szobában, úgyhogy nekem ez is nagyon tetszik. Három pólót is kaptam. Az egyik az ez. Nekem ez azért is nagyon tetszik, mert ilyen kis csillogós, úgyhogy szerintem nagyon kis szép. A másik pedig szintén fekete, az pedig így néz ki, szerintem ez is nagyon jó. És a harmadik, amit pedig láthattok rajtam, úgyhogy még ezt a pólót kaptam most. És ezt a karkötőt is most kaptam, ami láthattok rajtam. Nekem nagyon tetszik. Igazából ezek a feketék, ezek lávakövek. A fehér hoblit, ezek a picik, amik meg rossz goldra vannak festve, ezek pedig hematitek. Szóval elvileg ettől mindenféle erőt fog kapni, ugyanis ezek a kövek így együtt nagyon sok mindenre hatással vannak, és állítólag tényleg nagyon sok mindenben tudnak segíteni. Úgyhogy tényleg, hogyha utána néztek esetleg a lávakőnek az interneten, egy csomó tök jó dolgot írnak hozzá, szóval én ennek a karkötőnek nagyon örülök, mert szerintem a színeiben is olyan, hogy nagyon passzol hozzám, és elvileg ezek a kövek a skorpió csillagjegyhez is megfelelnek, úgyhogy nekem nagyon tetszik tényleg, és én nagyon örülök neki. Igazából én ezt a karkötőt már úgy kaptam, hogy előtte egy neten utána olvasgattam a lávakőnek, és hát igazából én néztem ki konkrétan ezt a fajtát, mert ez ugye nem csak simán ugye ezek a fekete lávakövek vannak benne, hanem ez kicsit olyan tényleg én stílusom, úgyhogy én tényleg nagyon örülök neki. És az utolsó pedig, amit még gondoltam, hogy megmutatok ebben a videóban, az a kamerámhoz kaptam egy állványt, úgyhogy most egyébként ezt a videót arról veszem föl, úgyhogy most majd le fogom szerelni a kamerát, és akkor megmutatom azt is. Szóval az állványom pedig így néz ki. Kicsit ilyen barnásabb színű a lába, és az a jó benne, hogy ezzel a karral igazából tudom dönteni is. Szóval itt is tudom állítani, hogy szeretnék vele videózni. Van benne ilyen vízimérték is, hogy lássam, hogy egyenese, amit videózok. Ugye ide kell föltenni a kamerát. Ezzel ugye meg tudom fogni, és fel tudom emelni. Úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, mert szerintem már így a mai videózásnál is érződött, hogy ezzel tényleg sokkal könnyebb. Eddig úgy csináltam, hogy a kis asztalomra pakoltam így egymásra könyveket, és úgy támasztottam ki a kamerát, szóval ez tényleg nagyon nagy segítség, úgyhogy én nagyon örülök ennek is.
Úgyhogy most arra gondoltam, hogy csak a tényleg a fontosabb dolgokat mutatom meg nektek, hogy ne legyen túl hosszú a videó. Egyébként még kaptam pénzt is, virágot is, meg még egy pár dolgot. Az oknit is, ami most még mosásban van, úgyhogy azt azért nem mutattam meg. Ha tetszett a videó, akkor pedig nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni sem, és mindenképpen nyomjátok meg a kis csengőt is, hogy kapjatok értesítést, hogyha kiteszek valamilyen új tartalmat a csatornára, és esetleg írjátok meg kommentben, hogy ti milyen ajándékokat kaptatok a legutóbbi szülinapotokra, és várlak benneteket a következő videómban is.